A Nyíregyházi Egyetem két tanára, dr. Minya Károly és dr. Kis Ferenc tartott megyei tandem előadást az 52. Magyar Nyelvhete alkalmából. Az előadók 15 percenként váltották egymást a pódiumon, és beszéltek nyelvvédelemről, valamint környezetvédelemről. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat konferencia termében a megye 7 középiskolájából közel 150 diák vett részt a rendhagyó tanórán. A kommunikáció, a beszélni tudás gyakran, hogy úgy mondjam, leplezni tudja, hogyha egy picike hiányosságunk van, de az biztos, hogy jobban boldogul mindenki, és ezekhez élőnyelvi példákat szerettem volna bemutatni. Bemutattam különböző nyelvhelyességi kétségeket, a szószaporítást, a stílustörést, a terpeszkedő kifejezéseket, illetve azt, hogy miféle dolgozatbeli hibákat követhetnek el, tehát valóban az érettségi dolgozatok ők is élhetnek olyan megfogalmazással, ami nem odaillő. Az előadások egyik kiemelt célja az volt, hogy a fiatalokban tudatosuljon, hogy mindig legyenek tekintettel arra, milyen helyzetben beszélnek és kihez szólnak. Másképp kell kommunikálni egy hivatalban, és másképp lehet a barátok között. Fontos lenne, hogy tudjanak ezek között váltani. Az kétségtelen, hogy az SMS kommunikáció, az internetes kommunikáció az a helyesírás ellen van. Tehát azt jelenti, hogy a diákok ott rövidítenek, nem kezdenek nagy kezdőbetűvel, egybeírnak mindent, amit lehet, nem tesznek ki írásjeleket. Ezt én elfogadom, de tudomásul kell venniük, hogyha egy állásinterjúra így fogják beadni a pályázatukat, akkor az nagy valószínűséggel az első között fog kiesni. A nyelvvédelem mellett a környezetvédelemről is tanulhattak új dolgokat a diákok. Én bocsánatot kértem tőlük a magam és a generációm nevében, mert azt mondtam nekik, hogy mi nagyon sok olyat tettünk, aminek következtében a vízek elszennyeződtek, a levegő is szennyezett, a talajok tönkrementek, és a többi, és a többi. Én kértem, hogy bocsássanak meg nekünk, és azt is kértem, hogy legyenek szívesek, csinálják másképp, jobban. A tanszék vezető hozzátette, az embereknek kell alkalmazkodni, hiszen a természet megvan ember nélkül, de az ember nem létezhet a természet nélkül.